Sziasztok, Varga Tibor vagyok, ez itt az autovizsgálat.hu. Szolgálati közlemény érkezik. Nagyjából tízezer átvizsgált autó és 5 év után, meg ilyen napi 150 telefonhívás után, azt gondolom, hogy láthatunk egy, mármint hogy mi, egy olyan statisztikát, amiből kijelenthetjük, hogy mi a legfontosabb a hazai autóvásárlónak, tehát hogy pontosabban milyen Kérdést tesznek fel nekünk a leggyakrabban, vagy milyen feltételt szabnak leggyakrabban a magyar autóvásárlók, amik most mindegy, hogy reális vagy nem, de mondhatni, hogy a legtöbb telefonáló, aki minket felhív, ezzel a szemponttal keres meg minket leginkább, hogy minél megbízhatóbb autót szeretne vásárolni. Ami egyrésztől teljesen érthető, hát ki ne utálná, hogyha lerobban az útszélén, és folyton szerelőhöz kell rohangálni, stb. Abszolút érthető. Igen ám, a kérdés csak az, hogy ezért az illúzióért, ezt majd elmondom, hogy miért illúzió, ezért az illúzióért mit vagytok hajlandóak beáldozni. Tehát nagyon sok autó felhasználó igazából mindent beáldoz ezért, tehát direkt ezért nem vásárol magasabb felszereltségű autót, összetettebb autót, bonyolultabb autót, mondván, hogy kevesebb a hiba lehetőség, ez majd milyen jó lesz neki, és akkor majd minimalizálta ezt a kockázatot, hogy lerobbanjon. Egyébként ez is nagyjából így van, tehát nehéz ezzel vitatkozni. Itt a kérdés az, hogy mire használsz egy autót. Tehát, hogy a közlekedő edénynek használsz egy autót A-ból B-be eljutni, és tényleg csak négy keréken guruló fürdőkád, akkor, akkor ez egy tök jó szempont, hiszen ugye neked ez a fontos. De semmi más nem fontos. Ha viszont szereted az autókat, szereted az autók világát, mint egyébként én is, vagy mi is itt az autóvizsgálat.hu-nál, akkor azért vannak ennél fontosabb szempontok. Nyilván ettől még mi sem szeretünk jobban ám lerohadni, nem erről van szó, hanem hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor inkább nem egy pofon egyszerű autóba ülök, ülök egy olyan autóba, ami egy kicsit magasabb a kockázat, vagy esetleg többet fogok rákölteni, de cserébe kényelmes, jól felszerelt, jól néz ki, pf, nem tudom. Nyilván itt vannak végletek, tehát most nem egy... 20 éves SS Merciről beszélek, kontra Suzuki Swift, mert azért ezek itt a nagyon a periférián mozgó típusok, de azért van ám élet a kettők között is. Ez valami olyasmi ez egyébként, mint hogyha ha azért lenne ronda nőd, meg ilyen pofon egyszerű nőt, hogy tuti melletted maradjon, sose legyen semmi gond, és főz most, takarít, stb. Csak éppen ha kifesti magát, akkor olyan, mint a frissen festett marha vagon, ugye, hogy szép-szép, de minek nézzünk rá, de nem nem, nem tetszik. Szóval, hogy, hogy ne, én magam egy kicsit nehezen tudok azonosulni ezzel, hogy mindent háttérben szorít az idézvéles megbízhatóság, hiszen ugye tudjuk, hogy nem létezik ilyen, ez egy illúzió. Mondok egy másik példát, nemrég az egyik autómat valaki megvásárolta volna, de felhívott, hogy oké, oké, hogy ő megveszi, de a fia Ausztriába dolgozik, neki venni az autót, és nagyon fontos neki, hogy soha ne robbanjon le, na ezért venni meg az én autómat, és azt kellett neki mondjam, hogy ne haragudj, akkor nem eladó az autó. Nem azért, mert át akarlak verni, vagy mert ez egy rossz autó lenne, de egy 10-12 éves autónál nem tudom neked garantálni, hogy nem lesz ilyen a következő egy évben, két évben, hogy valamiért tönkre megy valami benne, és megáll az autó, ezt senki nem tudja garantálni. Értem, hogy törekszünk erre, de ez egy illúzió. Nem lehet, nincs ilyen. Maximum minimalizálni lehet a kockázatot, de a kockázat mindig ott van és lesz. Tehát arra akartam csak kiukadni, hogy ne keressetek olyan használt autót 6-8-10-12-15 évesen, amelyik Isten bizony tutira nem robban le, és ettől ne rettegjetek, hanem inkább fogadjátok el, hogy megvan ebbe a kockázat mindenki olyan autót keressen magának, ami a prioritásának megfelelő. Tehát tényleg, hogyha ilyen előbb említett közlekedő edénykel, akkor egyszerű autót vásároljatok, ott valóban minimalizáltátok a kockázatot, de nem szűnt meg. Jó, tehát ezt az illúziót ne kergesse már mindenki, hogy olyan autót vettem, hogy tuti nem robban le, mert a szomszédomnak is volt egy toyota és egy Toyota az örökké megy, túrót megy örökké, ott is megvannak a hiba lehetőségek, az is megállhat, ott is akár egy főtengely szenzorra tönkre megy, egy apró kis kütyű, egy apró kis elektromos alkatrész, és úgy ott maradt az útszélén, mint a szél. Tele vannak elektronikával, vezérlőegységekkel, stb. Millió hiba lehetőség van, de valóban kisebb rá az esélyed, mint mondjuk egy nem tudom, 12 éves bármi Renault vagy citroen például de most itt nem azt mondtam, hogy az a tuti lerohasz, csak hogy ott azért nagyobb a kockázat, vagy mondjuk egy bonyolult autónál, mint mondjuk egy 7 BMW. De cserébe meg egyébként nem ad semmi izgalmat, beülsz, elvisz a tesco meg a munkahelyedig, meg a gyerkőcöt elviszi jodába, és ennyi. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy a neki megfelelő Ö, autó kategóriát keresse, nem is emelnék én ki itt konkrétabb típusokat, és ö, ha pedig olyan autóbuzi, mint én vagy mi itt az autóvizsgálatnál, aki ha bezárja az autóját a parkolóba, szeret még visszanézni rá, és egy pillanatra megcsodálni, hogy fú, de jól néz ki, meg szereti azt, hogy nem 63 lóerős, hanem egy picit ö, halad is, meg ö, érdekli a technika, meg stb., akkor meg ne kergessen illúziókat, és készüljön fel arra, hogy több pénzt fog rákölteni, mint egy például Suzuki Swiftre, vagy nem tudom, és ezzel békéljen meg, mert akkor fogja szeretni az autóját. Ha ezzel nem békél meg, és megint csak illúziókat kerget, akkor utálni fogja. Tehát igazából az autóddal való megbékélés vagy békességnek ez a lényege, hogy békén meg azzal, hogy ez egy technika is használ a technika, néha tönkre megy. Hát ennyit a megbízhatóság hajszolásáról. Nyugodtan szóljatok hozzá, és mondjátok el a véleményeteket, iratkozzatok fel, hogyha tetszik a csatornák, meg a mondani valunk, és lájkoljátok, mert annak is mindig örülünk. Sziasztok!